A képviselőtestület új tagja a városban lezajló reorganizáció végeztével foglalta el helyét. A korábban Pécsen dolgozó szakember 13 pályázó közül nyerte el a városvezetés bizalmát. A pénzügyi főosztályvezetői feladatokat láttam el az elmúlt egy évben. Előtte is Pécs város önkormányzatánál dolgoztam, akkor pedig egy másfél év alatt egy nagy költségvetési szervet intézményt alakítottam át. Gyakorlatilag a város összes intézményét, ami jelentett szociális intézményt, kulturális intézményt, oktatási intézményeket, tehát tényleg mindent, ami a város életében költségvetési szervként működött, egy gazdasági szervezetet hoztunk létre, amivel hatékonyan működtethető volt ez az intézményrendszer, úgyhogy tudtunk spórolni, volt jelentős megtakarítás, de ahol szükség volt rá, oda azért mindig jutott pénz. Tehát ez egy ilyen jelentős szervezeti átalakítás volt, nagyon sok új ötlettel, úgyhogy én azt nagyon-nagyon szerettem, mert jó dolgokat lehetett létrehozni, aminek tényleg eredménye volt, és valami hozzáadott értéket teremtettem. Úgyhogy én azért örülök nagyon ennek a lehetőségnek, mert úgy gondolom, hogy avval a tapasztalattal és tudással, amivel rendelkezem, Szentendre városának is adhatok valami olyan pluszt, ami a város fejlődéséhez jelentősen hozzá tud majd járulni. Most már nagyon sok feladathoz már hozzákezdtünk. A legfontosabb az, hogy 2013-ra egy olyan költségvetést fogadjon el a város, amivel megalapozza a pénzügyi egyensúlyát és a működését, hogy tényleg később a fejlődési irányok tarthatóak legyenek, és ne csak az elképzelések legyenek meg, hanem annak a gazdasági feltételei is. Úgyhogy most valamennyi kollégával azon dolgozunk, hogy az önkormányzatok előtt álló lehetőségekkel, az adósság konszolidációval, de több lehetőséggel a lehető legjobban éljen Szentendre városa, és a lehető legtöbb előnyt szerezze meg ezáltal. Tehát most egy nagyon-nagyon jó egyensúlyos költségvetés kialakításán dolgozunk. Itt igazából ugye a feladatok az, hogy a város milyen formában látja el. Erre már tavaly a reorganizáció során születtek döntések. Nagyon sok feladat a szolgáltató ZRT-hez került. Az oktatási intézményeink most már állami fenntartásba kerülnek, és a működtetésről kell nekünk gondoskodni. Ott is már az eldöntésre került a tavalyi évben, hogy mi ezt milyen formában valósítjuk meg. Most ennek kell igazából a szervezeti és működési feltételeit úgy kialakítani, hogy a lehető legjobban oldjuk meg, de a lehető legkisebb költséggel. Igazából a 12-es év gazdálkodásáról majd így februárban az elszámadás során fogunk elszámolni. Az látható most is, hogy a város szerencsére nem küzd likviditási problémákkal és fizetési nehézségekkel, tehát a fizetési kötelezettségeknek határidőben eleget tud tenni, ami már úgy gondolom, hogy önmagában nagy eredmény, hiszen azért valamennyi önkormányzat életében az elmúlt évek nagyon, nagyon nehéz évek voltak. Az pedig, hogy ténylegesen a 2012-es évet hogy zártuk, az biztos, hogy majd a zárszámadás keretében körvonalozódik, és pontosan látni fogjuk azokat az eredményeket és számokat, amiket hozott. Konkrét számadatokról és az idei esztendő meghatározó döntési alternatíváiról a februári zárszámadás után ad majd tájékoztatót a város új gazdasági alpolgármestere.